A Víz Világnapja előadásokkal egybekötött szakmai napon beszéltek a vízzel kapcsolatos teendőkről és problémákról Nyíregyházán. Alkotóműhely újabb modern eszközökkel gazdagodott a közösségi tér, hegesztő szimulátort vásároltak a diákoknak. Tavaszi gumicsere, általános szabály szerint akkor ajánlotta gumikat téliről nyárira cserélni, amikor a napi átlag hőmérséklet meghaladja a plusz 7 Celsius fokot. Rengeteg vizet fogyasztunk, miközben egyre több olyan ország van szerte a világon, ahol nagy gondot okoz az egészséges ivóvíz biztosítása. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ez az egyik fő üzenete az idei Vízvilágnapjának. Az eseményhez kapcsolódóan tartottak szakmai napot Nyíregyházán, amelyen a vízgazdálkodás új kihívásairól is szó esett. Vizet mindenkinek, ez a mottója az idei Vízvilágnapjának. Az esemény előtt egy nappal rendeztek ünnepi előadóülést a megyeháza dísztermében. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője megnyitójában kiemelte, hogy a megyek gazdag vizekben, feladatunk pedig, hogy ez a jövőben is így legyen. Az ilyen események is szükségesek ahhoz, hogy már a fiatalok figyelmét felhívják erre. Pályázatokat írtunk ki az alsó tagozatosoknak, óvodásoknak rajzpályázatot, felső tagozatosoknak szakmai pályázatot, és számos iskolában munkatársaink előadást tartanak a vízről a Víz Világnapjához kapcsolódóan, és fontos, hogy ők ezzel a kérdéssel már fiatalkorban is foglalkozzanak, hiszen felnőttként máshogy fognak a vízhez viszonyulni. Megyénben az ár és belvíz, valamint az asszály egyaránt veszélyt jelent. Jelenleg utóbbi okozza a legnagyobb problémát. Nagyon szárazak a mezőgazdasági területek, miután ilyen kevés víz rég volt a térségben. A szakmai napon az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője is előadást tartott, amelyben a vízgazdálkodás új kihívásairól beszélt. Ezekre összefogással igyekeznek válaszokat adni. Ebben nem vagyunk egyedül, mert szerencsére kormánydöntések is születtek erre, akár a kassajelnő vízstratégiára gondolok, akár az öntözésfejlesztésre gondolok. Lesznek eszközeink ez például, hogy a vízpótló rendszereket bővítsük, több területen elérhetővé tegyük a vizet, és hát a számítástechnikát is szeretnénk segítségül hívni. Ma már sok munka megoldható digitális felületeken, amelyek könnyebbé teszik ezeket a megoldásokat. Gondolok itt az online asszály monitoring rendszer, amelyet elkezdtünk kiépíteni, és már több mint 70 állomás fog üzemelni az idei évben, vagy gondolok azokra a segédszámításokra, ami a felhasználóknak megkönnyítik a munkáját, akár az engedélyezési folyamatokban, akár annak a detektálásában, hogy mikor van szüksége vízre. Nem is gondolnánk, de átlagosan fejenként 160 liter vizet használunk fel naponta. Azonban nem mindenhol ilyen természetes ez. A megyei közgyűlés alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy éppen ezért minden nap legyünk tudatosak, gazdálkodjunk helyesen a vízzel. Maracsi Endre szerint egy olyan időszakot élünk, amelyben minden nap a Vízvilágnapja kell, hogy legyen. Az éghajlatváltozás és az ebből fakadó problémák, a globális felmelegedés az bizony nagyon komoly feladatokat szab ránk, és nagyon komoly problémákat kell megoldanunk, és a víz egyre inkább felértékelődik. Sokan mondják azt is már, hogy a víz és az arany között egyre inkább egyenlőségjelet kell tenni, sőt a víz lesz maga az aranya az elkövetkezendő évtizedekben, és ez bizony sajnos így van. És ezt már egyre inkább tapasztaljuk mi is a bőrünkön, annak ellenére, hogy mi egy kivételezett helyzetben vagyunk itt Európában, Magyarországon is, hiszen egy komoly vízkészlettel rendelkezünk, és nincsen mindennapi problémánk a vízzel, hiszen hogyha zuhanyozni, vécére menni akarunk, vagy hogyha csak a napi higiéniát akarjuk elvégezni, akkor ezt megtehetjük. Holott a világ, nyugodtan mondhatjuk már egynegyed részében, ez egy, tényleg egy olyan mindennapi probléma, amellyel szembesülnek. Az egészséges ivóvízhez nem jutók száma ráadásul az előrejelzések szerint a jövőben nőni fog. Ezért fontos, hogy itt Magyarországon is foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. A március 22-i Vízvilágnapját egyébként 25 éve ünnepeljük a megyében. Pénteken is számos programmal várják az érdeklődőket. Hegesztő szimulátoron tanulhatnak ezentúl a diákok a Nyíregyházi Szakképzési Centrum digitális közösségi alkotó műhelyében. A modern eszközökkel felszerelt 300 négyzetméteres épületben a szakképzésben tanuló szinte minden diák megtalálja a tanulmányaihoz kapcsolódó legmodernebb eszközöket. A most beszerzett szimulátort egy magyar származású fizikus készítette.
Diákok dolgoznak az Ibrányi T-Fork Trans Kft-nél. A vállalat évekkel ezelőtt felismerte, hogy a szakember hiányt úgy lehet megoldani, ha gyakorlati helyként ők maguk nevelik ki az utánpótlást. 4 éve indult a kezdeményezés, jelenleg 90 diák tanul náluk. Azok, akik végül nem a telephelyen maradnak, legtöbbször Győrben vagy Kecskeméten helyezkednek el. Ez is bizonyítja a színvonalas képzést. De szakember hiánnyal küzd még például a Tiszalöki Hotenkolterm Kft. És a Balkányi Steel Building Kft. Is. A vállalatok vezetői a Nyíregyházi Szakképzési Centrum műhely napján mutatkoztak be a diákoknak. Az intézmény a szakmák népszerűsítése és a duális szakképzés erősítésének céljából szervezte a csütörtöki rendezvényt. A cégvezetők ma is arról számoltak be, hogy munkaerőhiány van. Tehát mi, aki azt mondtuk, hogy egy hátrányos helyzetű térségben vagyunk, és rengeteg munkanélküli van, most egyszerre szembesülünk azzal, hogy bár csökkenő mértékben még azért van jelen munkanélküliség, de már itt van a munkaerőhiány. És akkor tesszük jól a dolgunkat, ha olyan szakembereket képezünk, akikre valóban szükség van, és akik ugye el tudnak majd helyezkedni. Látni kell a fiataloknak, hogy van előttük karrier lehetőség, hogy a szakképzésben is van lehetőség arra, hogy ő nagyon szép utat járjon be, és hát a mai 4 vendég közül 2 éppen szakmanagykövetek, akik valamikor a mi intézményeinkbe kezdték az életútjukat, és most sikeres gyárvezetőről, illetve cégvezetőről van szó. A rendezvény helyszínét a tavaly novemberben átadott digitális közösségi alkotóműhely biztosította. A több mint 500 millió forintból kialakított 300 négyzetméter alapterületű épületben a szakképzésben tanuló szinte minden diák fejlődhet. A közösségi térben 3D nyomtató működik, programozható robotokat használnak a tanulók, de varró és fa megmunkáló műhelyet is kialakítottak, valamint a drón használatot is elsajátíthatják az érdeklődők. A digitális közösségi műhely nemrégiben egy hegesztő szimulátort is beszerzett. Ez egy Apollo típusú eszköz, amit egy magyar származású fizikus, spanyol szakemberekkel együtt készített. Nagyon örülünk, hogy 2 hónapja használhatjuk ezt a szoftvert a hegesztő, illetve más rokon szakmákban. A szimulátor nagy előnye, hogy a diákok láthatják a fejlődésüket, hiszen a laptopon mentjük az elkészült varatokat, porozitásvizsgálatot, varathibákat tudunk elemezni, illetve a hegesztés az 3D-ben zajlik, tehát a diák pontosan látja, hogy mit csinál jól, vagy mit csinál kevésbé jól. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Incédi György iskolájában évek óta túljelentkezés van a hegesztő szakra. A műhelynaphoz hasonló rendezvények után tudatosan választják az általános iskolások ezt a továbbtanulási lehetőséget, tette hozzá a pedagógus. Ez annak is köszönhető, hogy az iskola elvégzése után ezek a tanulók rögtön kapnak munkát, a legtöbben már a szakmunkás vizsgájuk napján, illetve a jó kereseti lehetőség is a hegesztő szakma mellett szól. Tovább csökkennek júniustól a lakossági bankszámlák illeték terhei. A napi.hu-nak nyilatkozó bankok már készülnek az új helyzetre. Jobb esetben az érintett ügyfeleknek is átengedik a kedvezményt. A módosítással egyébként az az egyik cél, hogy az európai trendekkel összhangban minden hazai lakossági fogyasztó számára alapszolgáltatásként biztosítsák a bankok, hogy a havi számlavezetési díj megfizetése ellenében korlátlan számú és összegű átutalást indíthasson bankszámlájáról. Az ügyfeleknek nem árt azonban résen lenni, ugyanis nekik kell kezdeményezniük, hogy júniustól jutányosabb számlacsomagot kapjanak. A bankok ugyanis nem biztos, hogy automatikusan átteszik majd számláikat az új, általánydíjas vagy olcsóbb csomagokba. A már meglévő számlacsomagok módosítása csak az ügyféllel történő közös megegyezés és új szerződés aláírása után lehetséges. Általános szabály szerint akkor ajánlott a gumikat téliről nyárira cserélni, ha a napi átlag hőmérséklet meghaladja a plusz 7 Celsius fokot. Az abroncs csere az egyik legfontosabb része az autónk nyári felkészítésének. A téli időjárási körülményekhez készített mintázat nyáron ugyanis zavaró mértékűre növelheti a zajszintet az autó utasterében, illetve rosszabb fékezhetőséget is eredményez. Néhány éve már, hogy március 15-e egy mérföldkő lett a téli abroncs lecserélése tekintetében.
egyre inkább elterjedt az a szokás, hogy ettől a naptól fogva a tényleges időjárási viszonyoktól függetlenül is lecserélik a téli abroncsokat nyárira. Idén ettől a naptól kezdve már valóban itt az ideje az abroncs cserének, mondta el Ignéci Ferenc televíziónknak, hozzátette, aki nem szeretne sorban állni, valamint az elkövetkező néhány hétben már nem tervez nagyobb távolságra utazni, annak ilyenkor ideje felkeresni egy szakszervízt. A nyári abroncs ilyenkor, ha még megfelel a időkorlátnak, mert 10 éves abroncsot mi már nem szívesen rakunk vissza, mert kikeményedik, ugyanúgy csúszik, mint hogyha elhasznált téli abroncsal közlekednénk nyáron. Ilyenkor oda kell figyelni arra, hogy még azért nem volt nagy eső, a port nem mosta le az útról az eső, tehát a por és a pára az egy kellemes iszapot tud teremteni, ami nagyon jól csúszik az abroncs. És hát nyilván minden egyes méter sokat számít a megállásnál. A nyári abroncs használata közlekedési biztonsági okok miatt kiemelten fontos, mivel összetétele különbözik a téli abroncsétól, ezáltal a különböző időjárási viszonyok között másképp viselkedik. A téli és a nyári gumiabroncs használata mellett egy köztes megoldás lehet a hazánkban még kevésbé elterjedt 4 évszakos gumiabroncsok használata. Szerintem olyan helyeken a mediterrán országokban, ahol viszonylag rövid idejű és viszonylag kevés hideg csapadék hullik, ott tökéletesen megfelel. Nálunk szerintem még egy 4-5 év kell neki, hogy odaforduljon a évszakváltás és a csapadék, hogy ki lehessen tapasztalni, mert most még aki nagyon rövid távú, vagy csak városba jár, vagy éppen a gyerekét hordja iskolába, vagy bevásárolni megy, én tudom javasolni, mert nyilván megspórol minden szezonban 10 000 forintot egy átszerelés extra költségével együtt. A nyári és a téli abroncsokra is érvényes, hogy minden kerékre azonos típusú és mintázatú gumit kell felhelyezni. Amennyiben kopott vagy sérült valamelyik abroncs, akkor a vele azonos tengelyen lévő másik abroncsot is ki kell cserélni. Vásárláskor vegyük figyelembe az autó típusát, a közlekedési szokásokat, valamint azt, hogy mennyit és milyen körülmények között használjuk a gépjárművet a nyári időszakban, tette hozzá a szakember. Lezárult Győrteleken a Tunyogi úti kerékpárút fejlesztése. A beruházás európai uniós forrásból a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósult meg, mintegy 63 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból. A projekt zárásaként szemléletformáló kerékpározás népszerűsítő kampányrendezvényt tartottak csütörtökön a Fekete István általános iskolában. Győrteleken a Fekete István napokat kapcsolták össze a kerékpárút fejlesztés záró projektjével. A tájékoztató fórum egyik célja a pedagógiai, nevelő és oktató munkát végzők számára a kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályainak ismertetése volt. A 49-es főútba csatlakozó 491-es számú másodrendű főút belterületi szakaszán épített gyalog- és kerékpárút műszaki átadása 2018. december végén volt, a forgalomba helyezési eljárás pedig most ért véget. Ennek eredményeképpen a község komfortosabbá, biztonságosabbá és kerékpáros barát településé vált. Győrteleken adottak a lehetőségek, belterületen az Ecseri út kivételével teljesen lefedett kerékpárúttal, Kocsord irányba kültéri kerékpárútunk van, Máté Szalkáig, és Csenger irányába pedig szintén kültéri kerékpárúttal kapcsolódik a belterületi kerékpárúthoz, és így biztonságosabb, lehetőséget ad a sportolásra, és egy a falunak a látképét is feldobta egy kicsit. Az eseményen Bodó Sándor rendőralezredes előadást tartott a kerékpárutak használatáról, a szabályos kerékpáros közlekedés eszközeiről, valamint a szükséges kerékpártartozékokról. A gyerekeknek vetélkedőt is tartottak a kerékpáros közlekedés népszerűsítése érdekében, a felnőttekkel pedig megismertették a Bringázza munkába című országos kampányt is. Ennek célja a kerékpáros munkába járás elterjesztése Magyarországon. A projekt 63 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból valósult meg, az infrastruktúra fejlesztése pedig 40 millió forintot költöttek. A magyar bajnoki címéért és a világbajnoki, valamint az olimpiai kvalifikációs szint teljesítéséért utazik a szlovákiai Dudincébe Helebrant Máté. A nyíregyházi atléta az 50 kilométeres távon áll rajthoz az egyik legrangosabb nemzetközi gyalogló versenyen.
A tavalyi berlini Európa-bajnokságon elszenvedett lábtörése óta először áll rajthoz a hétvégi Helmbrandt Máté. A nyíregyházi gyalogló két részletben 6 hetet edzőtáborozott Portugáliában, ahol napi két edzéssel heti 160 kilométert teljesítve készült az idei versenyekre. Ezek közül az első a szlovákiai megmérettetés, ami az egyik legrangosabb gyaloglóversenynek számít Európában. 42 versenyző fog elindulni 50 kilométeren. Érdekes, hogy még Kolumbiából is jönnek versenyzők. Ebből a 42 indulóból körülbelül 9 vagy 10 olyan versenyző van, aki velem egy szinten van, aki nekem nagy riválisom, és akik valószínűleg ők is ott lesznek a világbajnokságon, illetve a jövő olimpián. Ez nekem nagyon jó hír, hiszen lesz kivel mennem itt ezen a versenyen, és nem pedig egyedül kell majd egy kis országos bajnokságon versenyezni. Mivel az idő nekem az nagyon fontos lesz, mert ez lesz az első kvalifikációs verseny már a jövő olimpiára. Szóval jó lenne ezt a versenyt úgy befejezni, hogy már biztos induló lehessek majd a Tokiói olimpián. Az előző két olimpián résztvevő Helebrandt Máté számára a korábbinál nehezebb kvalifikációs szint teljesítése sem jelentett problémát Szlovákiában. A világbajnoki szint az 3 óra 59 perc, viszont az olimpiára már 3 óra 50 percet kell gyalogolni. Tehát ha 3 óra 50 belül tudok célba érni, akkor a VB-re, illetve az olimpiára is meg lesz a szint. Az az érdekes, hogy az eddigi olimpiákon 4 óra 6 perc volt a kiküldetési szint, és ezt most a Nemzetközi Atlétikai Szövetség jóval megerősítette, 16 perccel lett erősebb ez a szint. Nekem ez még kötelezőnek mondható, szóval nekem ennek meg kell lennie, de hát egy 4 órás versenyről beszélünk, és bármi közben jöhet. Ettől függetlenül ez a minimális cél, hogy ez meglegyen, illetve az országos bajnoki cím, és hát a nemzetközi mezőnyben is szeretnék az első háromban végezni. Helebrandt Máté pénteken utazik Dudincébe, ahol szombat reggel 8 órakor rajtol el az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye. A versenyzők 1 kilométeres körpályán teljesítik majd a távot. 9 intézmény több mint 100 tanulója vett részt azon az integrált sporttalálkozón, amelyen speciális képzést igénylő fiatalok általános iskolás társaikkal alkotott közös csapatokban versenyeztek egymással. A gyulaházi rendezvényen 3 sportágban próbálhatták ki tudásukat a gyerekek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége és a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület évek óta megrendezi az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában nagy népszerűségnek körvendő integrált sporttalálkozót. A cél az, hogy az épp és a fogyatékkal élő fiatalok is megtapasztalják azt, milyen érzés az úgynevezett másik oldal szemszögéből szemlélni a világot. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon örülünk annak, hogy már nem első alkalommal versenyezhetnek, illetve barátkozhatnak egymással itt Gyulaházán, azt hiszem, hogy remek körülmények között az épp és a fogyatékkal élő fiatalok, és ennek pont ez a lényege, hogy valóban megismerjék egymást. Itt a versenyek során is nem elkülönítve versenyeznek, hanem még a csapatokat is úgy válogatják össze, például futballba is a testnevelő tanárok, hogy minden csapatban legyen fogyatékkal élő sportoló is, és legyen benne épp sportoló is. Pontosan azért, hogy megszokják egymást, meg tapasztalják azt, hogy milyen a másikkal együtt mozogni, együtt élni, és hogy hogyan tudnak egymásnak segíteni. És én úgy gondolom, hogy ez a sporton túl, mint ahogy a Fodisznak a jelszava is mondja, ez több, mint sport, ez abszolút egy sporton túlmutató dolog, mert a sportélményen túl, azon túl, hogy barátságok kötnek, azon túl valóban egy olyan érzékenyítő tevékenység, amely segíti, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, az épp gyerekeket is abban, hogy valóban el tudják fogadni a fogyatékkal élőket, és a fogyatékkal élők is megtapasztalják azt az érzést, hogy milyen egy olyan közösségnek a részesének lenni, amelynek ők is aktív tagjai. A gyulaházi rendezvényen 5 település általános iskolájának tanulói és 4 speciális képzés nyújtó intézmény diákjai futballban, asztali teniszben is egy ügyességi vetélkedőben próbálhatták ki tudásukat. Szombaton 50. alkalommal rendezik meg a Krúdi kupát. A Nyíregyházi gimnázium korábbi diákjaiból összeállított kosárlabda csapatok egymással és a jubileum alkalmából meghívott Évises és Széchenyi is öreg diákokból álló együttesekkel mérik majd összetudásukat. 10 órakor kezdenénk egy megnyitóval, és sajnálatosan már nincs közöttünk, de az iskolának egy jeles tanára, pedagógusa és sportembere volt Tatos István tanár úr. Én azt gondolom, nem csak a sportemberek között
nem kell őt bemutatnunk. Az ő emlékére egy emléktáblát avatunk közvetlenül a megnyitó után. Ezt nagyon nagy tisztelettel és örömmel tesszük. Utána kezdődnek a mérkőzések. Ennek apropóján, amikor 1970-ben ez elindult ez a rendezvény, akkor az Évisz, a Széchenyi és a Kródi öreg diákjai csaptak legelőször össze, és ennek apropóján meghívtuk ezen intézmények volt diákjait is, akik örömmel jönnek erre a rendezvényre. Tehát velük kezdenénk. Utána számításaink és tervezetünk szerint lánymérkőzés jönne, volt krúdis lányok a mostani krúdis lánycsapat ellen, és utána megjelenteket csapatokba osztva, amik van erő és lehetőség egy örömteli játékot szervezni. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Pénteken lesz a Vízvilágnapja. Előadásokkal egybekötött szakmai napot rendeztek ez alkalomból a megyeházán. Itt felhívták a figyelmet a vízzel kapcsolatos teendőkre, és szó volt a vízgazdálkodás új kihívásairól is. Az eseményen elhangzott, legyünk minden nap tudatosak, hiszen egy olyan időszakot élünk, amelyben egyre nagyobb gond a tiszta ivóvízhez való hozzájutás. Tavaly évvégén adták át a Nyíregyházi Szakképzési Centrum digitális közösségi alkotó műhelyét, mely azóta folyamatosan a szakképzésben tanuló diákokat segíti. Most egy hegesztő szimulátort is beszereztek, amit egy magyar származású fizikus, spanyol szakemberrel együtt készített. A hegesztő szakma népszerű a középiskolába jelentkező körében, ez annak köszönhető, hogy jó kereseti lehetőséget és biztos állást jelent a végzettség. Az abroncscsere az egyik legfontosabb része az autók nyári felkészítésének, a nyári gumik használata pedig közlekedés biztonsági okok miatt is kiemelten fontos. A téli időjárási körülményekhez készített mintázat nyáron zavaró mértékűre növelheti az autóban a zajszintet, illetve rosszabb fékezhetőséget is eredményez. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 21-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 4 fok között alakul. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, csapadék szintén nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul. A hétvégén aztán enyhébbek lesznek az éjszakák, csupán északkeleten süllyedhet néhol 0 fok alá a hőmérséklet. Kissé tovább erősödik a nappali felmelegedés, a déli délkeleti országrészben helyenként 21-22 fokot is mérhetnek délutánonként. A jövő hét elején egy hideg front éri el a Kárpát-medencét, ennek felhőzetéből elszórtan eleredhet az eső, záporeső, sokfelé megerősödik az északi-északnyugati szél, amely ismét hűvösebb levegőt szállít fölénk.